Első előadónk ökológiai, gazdálkodási mestermérnök végzettségének köszönhetően nagyon fontosnak tartja az egészséges életmódot és a fenntartható táplálkozást, hisz abban, hogy a megfelelő táplálkozás és az életmód jelentős hatással vannak az egészségünkre és a jól létünkre. Ezen túlmenően a mozgás is elengedhetetlen része az életének, és ami segít megtartani az energiát és javítja a hangulatot. Mariann ganoterapeuta oktató. A ganoterápia egy természetes gyógymód, amely a ganoderma gomba használatán alapul, amely segíti erősíteni az immunrendszert, csökkentheti a stresszt, javítani az alvást és általánosan támogatni az egészséget. Előadása az egészséges életmód, a mozgás és a ganoterápia kapcsolatáról szól. Fogadjátok szeretettel Paulinné Bukovics Mariant. Hát az előadásomnak a címe ez, hogy ganoterápia, egészség, sport. Ez a saját tapasztalatomat, illetve a tudományos publikációknak az eredményeit tükrözi. Az elmúlt hónap, az október, a merrák megelőzésnek a hónapja, illetve a látás hónapja is volt egyben, és prevencióként elhangzott a megfelelő fórumokon, hogy az egészséges testmozgásnak, a napi szinten végzett testmozgásnak nagyon fontos szerepe van a prevencióban, a betegségek megelőzésében. Ezért én is ennek kapcsán fűztem föl az előadásomat. Az Egészségügyi Világszervezet is folyamatosan hangsúlyozza azt, hogy milyen fontos szerepe van a napi szinten végzett testmozgásnak. Ahogy a hagyományos kínai gyógyászat és a holisztikus szemléletmód híve ugyanilyen módon befolyásolja a testmozgás és az egészségünket. Hat a fizikai teljesítményünkre, a testünkre, a szellemünkre, és ezáltal befolyásolja a szív- és érrendszernek a munkáját is. Azon túl erősíti a csontokat, így 40-50 éves kor felett kifejezetten javasolt például már a súlyzós edzéseknek a számát is beiktatni, nem csak a bevásárló szatyrokat emelgetni, hanem az unokákat is egyre gyakrabban, hiszen ez erősíti a csontokat. Megakadályozza ezáltal ugye a csigolyatöréseket, ami ugye időskorban nagyon gyakori is. Azon túlmenően a gyerekek számára is nagyon fontos, nem véletlenül van beiktatva ugye a tantervbe az egyre nagyobb testnevelési óráknak a száma, nem a gyerekek bosszantására, hanem pontosan azért, mert számtalan egészségügyi hatása van, arról nem is beszélve, hogy utána nyugton elülnek a seggükön és oda tudnak figyelni az órákra, mert az ítélő képességet, a gondolkodást is nagyban befolyásolja a fizikai aktivitás. Az általános közérzeten túl természetesen a testsúly beállításában is nagyon sokat segít a testmozgás. Ez talán a nőknek kicsit fontosabb, mint a férfiaknak, de mindenki szerintem szeretne jó formában maradni, egészen élete végéig és mindenféle nyavajáktól mentesnek lenni. Hát az Egészségügyi Világszervezet felmérése alapján, ugye a nagy számok törvénye alapján tudnak sokat javítani az európai átlagon, hogy 4 emberből csak 1 nem teljesít kellő fizikai aktivitást. Hát én nap mint nap találkozom a különböző nációkból érkező emberekkel, és én bizony azt látom, hogy az esetük nagy része az túlsúlyos. Tehát, hogy én ezt a számot nem nagyon tudom alátámasztani, de egyéb elmaradott országokban, India, Afrika szerintem sokat javított az európaiaknak az arányán ebből a szempontból. Aztán van egy olyan statisztika is, hogy ugye a szív- és érrendszeri halálozások nem csak itt Magyarországon, hanem egész Európában vezető haláloknak számít. Ugye ez az, amit elsősorban az aktív mozgással tudunk segíteni a szív- és az érrendszernek az állapotán, és ez 20-30%-ban hozzájárul abban, hogy ennek a halálozási kockázatát csökkenteni tudjuk. Valamint sajnos tény, hogy az egyre inkább elterjedt informatikai kütyüknek köszönhetően a gyerekeknek a nagy része, több mint 80%-a nem él aktív életet, már ami a testmozgást illeti, és ez megjelenik abban is, hogy az ilyenkorú gyerekek nagy része túlsúlyos. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, a karos szépen hajol a postán, ez a kis karban néhány perce vár, ne tessék félni, senkinek sem áll. Én ebben az időszakban még gyerek voltam, de hát ugye ez... Ja, bocsánat, ennyiszer nem, mert akkor már mindenki most már keljen fel és tornázott. És nálunk ez rendszeres volt, hogy apukám mondta, hogy na akkor lányok, itt van egy kis hely a szőnyegen, és akkor neki lehet állni, táncolni, aztán táncolni, tornázni, aztán ugye később jött az, hogy akkor menjünk le az edzőterembe, és akkor a tatamin lehet egymást püfölni a hugommal. Apukám judó edző volt, tehát hogy nekünk gyerekkorunktól fogva fontos volt a testmozgás, és azt gondolom szülőként, anyaként a legjobban úgy tudjuk motiválni a gyerekeinket, hogyha példát mutatunk nekik, nem pedig otthon a karosszékba ülünk és isszuk a sörünket, mert az nem fogja a gyereket arra motiválni, hogy nekiálljon valamit mozogni. Amikor állítottam össze a prezentációmat, és utána néztem a sporttáplálkozásnak, főleg a Pécsi Tudományi Egyetemnek a tananyagából vettem nagyon sok információt, akkor kíváncsi voltam rá, hogy a sportolók, nem csak az élsportolók, hanem a hobbisportolók is ugyan miért nyúlnak doppingszerekhez, szteroidokhoz, mi az, amit úgy konkrétan elvárnak tőle, hiszen tudjuk azt, hogy ugye ezek a doppingszerek ugye a májban metabolizálódnak, ugye ott elindítanak különböző káros folyamatokat, rákos daganatokat, akár hatással vannak ugye az agyra, agyvérzést okozhatnak, agresszivitást válthatnak ki az emberekből, aztán az izmokatnak a leépülését is okozzák ugye a szteroid fogyasztása után, hogyha valaki abba hagyta, illetve nagyon komolyan befolyásolják a hormonrendszert, mind női, mind férfi oldalon. A férfiaknál a nemzőképességet befolyásolja, a prosztatarák kialakulását eredményezi, hosszú távon a fogyasztása. Ha kellő időben abba hagyják a szteroidoknak a fogyasztását, akkor ez a folyamat reverzibilis, tehát visszafordítható, viszont hogyha túl sokáig fogyasztjuk ezeket a szereket, akkor már visszafordíthatatlan reakciók következnek be. Férfiaknál egyébként megfigyelték azt is, hogy a szteroidok hatására elkezdtek a férfiak cicisedni. A nőknél ugye ugyanez megfigyelhető, hogy elkezdtek férfiasodni. És ez olyan szinten, képzeljétek el, hogy az angol tanárom is jár ilyen edzőtermi edzésekre, és egyik alkalommal, amikor öltözött át a női öltözőbe, egyszer csak arra lett figyelmes, hogy úristen, férfi van az öltözőben. És körülnézett, és sehol senki. És a tréner, az edző a barátja javaslatára elkezdett szteroidokat fogyasztani, és ettől a hangja is teljesen megváltozott. Nyilván ez egy csomó hormonális változást is ugye elindít a szervezetben, de hogy ilyen döbbenetes, rövid időn belül ez is megváltozott, tehát a hangja is az illetőnek. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy... A nőknél ugye a hormonháztartást, a menstruációs ciklust teljesen felborítják ezek a különböző szteroidok. Nem ritka az, hogy élsportolóknál is nagyon hosszú ideig kimarad a menstruáció, ami nem egészséges egy női szervezet esetén sem. És hát igazándiból akkor nem értettem, hogy akkor, ha valaki tudatában van ezeknek a káros hatásoknak, akkor miért is kezdi el szedni? Hát igazándiból ugye a sportolók azt várják el ugye a szteroidoktól, hogy növekedjen a fizikai erőlétük, hogy minél később legyenek fáradtak. Aztán, hogy minél tovább tudjanak terhelni ugye a szervezetüket, aztán biztosabb startkészség, hogy ne sérüljenek le, gyorsabban reagáljanak. Aztán ugye itt a megfelelő agresszivitás is itt volt, ez nyilván a megfelelő sportoknál, fontos esetleg küzdősportoknál, mert hogy Ugye egyébként meg, hogyha valaki tud relaxálni és koncentrálni egy versenyen, az nagyon fontos az eredmény tekintetében, hiszen mentálisan is tréningezik az élsportolókat is. Tehát aki már hallott valamit a gyógygombákról, a ganodermáról, az most joggal csodálkozhat el, hogy hát ugyan miért nyúlnánk ilyen szerekhez, amikor nekünk itt van a ganodermánk például. Ami még a sportolókat fenyegeti, az ugye a fokozott tápanyagigény, ugye az izzadással nagyon sok ásványi anyagot vesz itt a szervezetünk, a vitaminokat pótolni kell, és ezt nem tudjuk csak táplálkozással bevinni, mert egyszerűen képtelenek vagyunk annyi zöldséget, gyümölcsöt megenni, amennyi szükséges volna a pótláshoz. Aztán a megfelelő folyadékfogyasztás. Itt nyilván a legjobb ilyen esetekben ugye a víz, vagy esetleg gyógyteák, viszont ugye a vizeket is műanyag palackokban tárolják, amiből most az utóbbi időben nagyon felkapott volt a mikroműanyagoknak a témája. A flakonokban tárolt italokba bele tud oldódni a különböző savak hatására a mikroműanyag, ami szintén xenoösztrogénként működik, tehát a hormonháztartást teljesen kibillenti az egyensúlyából. A cukros üdítőkkel ugyan nem volna olyan szempontból baj, hogy nyilván az elvesztett energiát pótolni kell, és ugye a cukrokból tudjuk leggyorsabban. A probléma itt ebben az esetben azt jelenti, hogy általában ezek a cukros üdítők ugye kukoricasziruppal vannak édesítve. Most a kukoricát leginkább a 80% a kukorica termelésnek Amerikából származik, ahol a területek nagy része GMO-s, és ott a kukoricát glifozáttal kezelik, ami egy nagyon komoly méreg, és még a gutációs cseppekben is benne van, ami azt jelenti, hogy a levélnek a végén, mint egy könycseppként megjelenő harmad cseppben is benne van ez a glifozát. Tehát a kukoricában is benne van, és ez glicinantagonista, tehát ez is a hormonrendszerünkre lesz káros hatással. Tehát, hogy erre is figyelni kell a sportolókra, amikor megfelelő folyadék szükségletet kell bevinni. Ugyanis téves elképzelés az, hogy egy sportoló mindent összeehet. Tehát az én édesapám judo edző volt, tehát mindennek ellen tudott állni, csak a kísértésnek nem. És hát ő nagyon sok zsíros, cukros, inkább zsíros ételeket fogyasztott, a cukrosat kevésbé, az inkább italok formájába csúszott le néha-néha, és ennek az lett a következménye, hogy ő hiába sportolt, cukorbeteg lett, magas lett a koleszterin szintje. Hát ezekkel küzdött ő, mint sportoló. Ma ugye a sporttáplálkozás egy külön tudományág, ezt sokáig tanulják a szakemberek, hiszen itt nagyon fontos az, hogy milyen fajta erőléti edzést végzünk, mennyi ideig, nő vagy férfi az illető, milyen életkorban van, tehát ez egy komoly tudományág ebből a szempontból is. Aztán, hogyha azt nézzük, hogy ugye sportolás közben megnövekszik az oxigén szükséglet. Nem mindegy, hogy Budapest belvárosában edzünk, vagy pedig kint a szabadban. Tehát nyilván, ha egy verseny van, azt nem tudjuk ugye kontrollálni, hogy az hol van, de az, hogy az edzéseinket szabad levegőn, egészséges környezetben végezzük, ugye az nagyon sokat tud segíteni az edzettség, illetve egészségi állapotunkból. Aztán az étrend kiegészítők. Magyarországon és itt Európában is az étrendkiegészítő kategóriában nagyon sok minden benne van. Itt csak notifikáció van, tehát egy bejegyzési kötelezettség van, az OGI ad egy számot, és pontosan ez miatt ebben a kategóriában megtalálhatóak csúcsminőségű biokészítmények is, mint amilyenek ugye a miénk, a DXN termékei, és vannak nagyon rossz minőségű táplálékkiegészítők. Az utóbbi időben az omega-3, illetve a haloolajokkal kapcsolatosan lehetett több olyan publikációt olvasni, ahol a 80%-a ezeknek a készítményeknek nehézfémekkel terhel. Tehát többet árt vele a sportoló, mint használ, hogyha ezeket fogyasztja. Tehát nagyon fontos, hogy ezek megfelelő és biominőséggel rendelkezzenek. És hát ugye nem csak a képen látható kutyák jelentik ugye a veszélyt a sportolóra nézve, bár én már találkoztam utcán kossal is, ami hirtelen átfutott az agyamon, hogy úristen, ezzel nem is jó nekem a gáspré, hogy fel ne ökleljen, ha lefolyom, de találkoztam már hatalmas nagyméretű szarvassal is, tehát megvannak a természetben futásnak az előnyei, meg a hátrányai is. Engem inkább dopingolni szokott, hát nem úgy nyilván, hogy egy kós elől elfutok, mert lehet, hogy ő gyorsabb lenne, mint én. És a másik olyan dolog még, amire szeretném a sportolóknak, illetve nem csak profinak, hanem amatőröknek is felhívni a figyelmét, ez a saját tapasztalatom volt, ugyanis amikor, hát ugye mi nők azért, valljuk be őszintén, doppingol bennünket természetes módon, hogy sportruházatot felhúzzuk, jól nézzünk ki belőle, jobb lesz az edzéskedvünk is, viszont ezeket, főleg a színes ruhákat nagyon sok vegyi anyaggal kezelik. És ezekből az intenzív mozgás, hős, izzadás hatására, ugyanis ugye az izzadságunk a savas, kioldódnak ezek a vegyi anyagok, és közvetlenül a bőrünkkel érintkezve, ugye ezek felszívódnak a bőrünkbe. Én is, amikor ugye hideg van, rétegesen öltözködöm, egy ilyen színes melltartóra ráhúztam egy fehér pamut trikót, és mikor vettem le, döbbentem, tapasztaltam, hogy kirajzolódott rajta az alatta lévő sportruházat. Tehát ugye erre célszerű odafigyelni, hogy lehetőleg fehér, színezetlen sportruházatot viseljünk sportolás közben. És hát ez egy óriási kérdés, ha megnövekedett tápanyagszükségletünk van, hogy ezt hogyan tudjuk a mai világban megfelelően pótolni. Tőlem már többször hallottátok azt, hogy mennyire lecsökkent a zöldségekben és gyümölcsökben a tápanyag és vitamintartalom, hogy azok egyre szennyezettebbek a különböző toxinok, kemikáliák által. Így nagyon nehéz ezeket az anyagokat pótolni. Tehát, hogyha csak itt a táblázatban látható vitamintartalmat nézzük, itt a tej és a káposzta, aminél óriási és szembetűnő a vitamintartalom csökkenés, 5%-ra visszaesett, vagy éppen a makroelemtartalmak is ilyen fele értékre visszaestek az eredetihez, tehát az 1940-es évekhez képest. Ami nagyon fontos egy sportoló számára, a megfelelő vastartalom, a hemoglobin képzéshez nélkülözhetetlen, a fokozott izommunka igényli a megfelelő mennyiségű vasat. És itt brutális csökkenések voltak megfigyelhetők, ezt nem lehet szebb szóval mondani, hiszen 1942-től 2005-ig, ha megnézzük a burgonyát vagy a répaféléket, óriási mértékű csökkenés volt. És azok a sportolók, vagy éppen hobbisportolók, akik mondjuk ráadásul még gluténérzékenyek is, és próbálják kiváltani a búzát, illetve a különböző gabonákból készült élelmiszereket burgonyával, aztán hüvelyesekkel, rizssel, ők még kevesebb ásványanyagot és vasat tudnak bevinni a szervezetükbe. És hát nem hiába gondolja most már úgy a WHO, hogy az éhezés helyett a tápanyaghiány és a kövérség világszerte nagyobb problémát jelent, mint az éhínség. Tehát ez az iparszerű mezőgazdaság is annak köszönhető, hogy a világ folyamatosan népesedik, túlnépesedünk, és ezeknek az embereknek megfelelő tápanyagot kell biztosítani, élelmiszereket, és az élelmiszereink egyre inkább feldolgozottak, tehát azt a vitamin és ásványanyag tartalmat nem tudjuk bevinni csak táplálkozás révén. Mert ha még ráadásul sikerül nekünk megtermelni, vagy biominőségű zöldségekhez jutnunk, akkor a rossz konyhatechnikai eljárásoknak köszönhetően, hogy túlfőzzük az ételeinket, bő olajban sütjük meg őket, még tovább veszítenek az ásványanyag tartalmukból. És talán a pár diával ezelőttre emlékeztek, amikor ugye a WHO arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyermekek azok milyen kevés fizikai aktivitást végeznek, hát nem hiába akkor, hogy minden negyedik túlsúlyos. És nagyon fontos a szervezetünk számára ugye a vitamin, a különböző vitaminok, hiszen nagyon sok enzimatikus folyamatnak a katalizátorai. A szervezetünkben percenként 600 különböző enzimatikus folyamat zajlik. Aztán a hormonháztartásunk, ami szintén nagyon sok vitamint igényel. Nem mindig sokat, de hogy a megfelelő ott legyen, az nagyon fontos. és hogyha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor úgynevezett hipovitaminózis is lép fel, tehát hogy teljesen kiürül, és ezáltal különböző problémák jelentkeznek. Hát, ugye gondolnánk azt, hogy fejlett világban élünk, meg tudjuk vásárolni a narancstól elkezdve bármit, bármilyen évszakban, hogy akkor mégis lehetséges egyáltalán az, hogy ennyire kiürüljön a szervezetünkből? Lehetséges. Én folyamatosan szoktam tesztelni magamon a különböző készítményeket, és nyári időszakban jóformán csak zöldséget és gyümölcsöt tudok enni, egyszerűen más nem kívánok a nagy melegbe. 30-35 fokba szoktam napi 8 órát dolgozni naponta, 8-10 kilométert futok minden reggel, és hát úgy jött ki a lépés, hogy elfogyott a spirulinánk otthon, ami volt pár szem, azt mondtuk, hogy gyerekek, egyétek ti meg, és hát mondom, jó, oké, akkor most itt az alkalom arra, hogy megnézzük, hogy most a zöldségek, vitaminokból mennyi ásványi anyagot és vitamint tud a szervezetem hasznosítani. Hát körülbelül 4-5 nap múlva egyik hajnalban arra ébredtem, hogy a jobb combomat úgy fogja a görcs, mintha satuba fogták volna, levert a víz, patakokba folyt rólam, de szó szerint olyan szinten kiürültek a vitamin és ásványanyag raktáraim ilyen rövid idő alatt, hogy én is nagyon csodálkoztam azon, hogy ez lehetséges. Tehát, hogy semmiféle műszeres mérésnek nem kell alávetni magad, csak próbáld ki, teszteld le, hihetetlenül szükségünk van a vitaminokra és ásványanyagokra, és amikor ilyen szinten kiürítjük a szervezetünket, és ez nem feltétlenül izomgörcsben fog jelentkezni, mint nálam, lehet az túlzott fáradékonyság, nem tudsz koncentrálni, egyensúlyvesztés is előfordulhat időseknél. Tehát ez mind-mind annak a jele, hogy nem megfelelő a vitaminellátottsága a szervezetednek. És ilyenkor tehát úgy kell visszatölteni, vagy legalábbis úgy kell elképzelned ezt a vitamin feltöltését a szervezetnek, mint amikor felveszel hitelt a bankból. Nem csak a kamatokat kell törlesztened, hanem a tőkerészt is folyamatosan, tehát sokkal többet kell visszaadni a szervezetednek, hogy pótold ezeket az elvesztett ásványanyagokat. Mindegyiknek külön-külön fontos hatása van, de itt mégis kiemeltem egy pár fontosat, amivel jó, hogyha mindenki tisztában van, és majd ezt is elmondom, hogy miért emeltem ki ezeket. Ugye az A-vitamin hiányában ugye a szemünk nem tud megfelelően alkalmazkodni a sötétséghez, ebben kapcsolatosan is ugye tudjuk azt, hogy farkasfakság következik be, és ráadásul a cégünknek van egy olyan kampánya, ahol ugye azokban az országokban, ahol nem megfelelő a gyermekeknek a tápláltsága, Indiában, Afrikában oda spirulinát küld, és ezek a hiánybetegségek jól orvosolhatók. Viszont az is megfigyelhető, hogyha valaki hosszú ideig túlzott A-vitaminnal terheli a szervezetét, akkor már viszont hajhullást idézhet elő, hámlásos bőrgyulladást, amikből következtetni lehet arra, hogy túl sok A-vitamint vittünk be a szervezetünkbe. A D-vitamin ugye a csontosodáshoz nagyon fontos, ugye a kisgyerekeknek kisdetkorban ugye D-vitamin cseppeket adnak, ugye a csontképződés elősegítésére, hiszen ilyenkor alakulhat ki az úgynevezett angolkor, ami ugye a csontok puhaságát és deformitását eredményezi. Viszont, hogyha túl sok D-vitamin viszünk be a szervezetbe, az pontosan az ellentett hatásját váltja ki. Tehát, hogy csontritkuláshoz vezet és csonttörésekhez. A K-vitamin hiánya az például súlyos vérzékenységet okoz, és ennek is szerepe van a csontoknak a metabolizmusában. Vagy éppen a B-vitamin család, ugye B1-től B12-ig nagyon sok van, mindegyik a megfelelő helyen kell, hogy működjön a szervezetünkben. Tehát amikor ugye valaki túl sok szénhidrátot visz be, mert olyan sportágat művel, ahol tömegnövelés a cél, tehát nagyon izomtömeg, ott ugye fontos, hogy a B1 vitamint, a tiamintból vigyen be többet. Vagy amikor fehérjedús táplálkozás van, szálkásítás van sportolóknál, vagy éppen a nők szeretnének fogyni, akkor pedig a B6 vitaminnak a mennyiségét kell megnövelni ahhoz, hogy a fehérje és az aminosav anyagcsere megfelelően tudjon működni a szervezetünkben. A C-vitamin pedig hát gondolnánk azt, hogy ugye bárki megfelelő C-vitaminhoz hozzá tud jutni, csak nem a megfelelő mennyiségben, az a gond, és a fejlődő szervezetnek és a sportolóknak kifejezetten nagy a C-vitamin szükséglete. Ez szerepet játszik a kollagén szintézisében, aztán az acetilkolén szintézisében, ami az izom összehúzódásért felel, és ráadásul a C-vitamin, az segíti a vasnak a felszívódását is, éppen ezért nagyon fontos. Tehát körülbelül 40 mikrotápanyag szükséges ahhoz, hogy nagy intenzitású sportterhelés mellett különböző szervi károsodás és tumorok nélkül tudjon egy sportoló hosszú távon teljesíteni. 50 féle tápanyagot, különböző tápanyagot kellene nekik bevinni hetente ahhoz, hogy optimális legyen a táplálkozásuk. És hát ahogy már az előzőekben is említettem, az enzimrendszerre, a hormonrendszerre is mind komoly hatással vannak ezek a vitaminok és ásványi anyagok. Például ugye azért is nagyon fontos a sok C-vitamin, E-vitamin, a karotin bevitele, mert ugye ezek javítják az antioxidáns képességét a szervezetnek, ugye a szabadgyököknek a képződését, ami ugye izomsérülést, fáradékonyságot és időeletti öregedést tud okozni. Viszont ugye ennek az egyensúlyát megtalálni nem könnyű. Tehát az ember, ha laikusként felmegy az internetre, elkezd googlizni, hogy vajon ezek alapján, a tünetek alapján nekem milyen hiánybetegségem lehet, sokszor tévútra viszi az embert, és ahogy láttuk, többet árthat egy-egy vitamin túladagolásával, mint amennyi hasznot remélhet belőle. Ezért nagyon fontos ezeknek az aránya is. És akkor a sportolók szempontjából egy-két ásványanyagot is megnéztem, hogy mi az, ami kifejezetten fontos. A kalcium az ugye a csontképzéshez ugye elengedhetetlenül szükséges, ugye súlyzós edzésekhez, futós edzések is ugye fokozzák ugye a kalciumnak a kiürülését, ezért ezt fontos, hogy megfelelően tudjuk pótolni. Ugyanekkor ugye a foszforbevitel is nagyon fontos, hiszen ez párhuzamosan szívódik fel a kalciuméval. A másik ilyen nagyon fontos, amit ugye reklámokból is nagyon sokat hallunk, az például a magnézium, ami körülbelül 300 enzimatikus folyamatnak a katalizátora. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő magnézium szinten legyen a szervezetünk, ennek hiányába ugye izomgörcsök léphetnek fel, memóriavesztés lehet, aztán az alapanyagcserénket is nagyban befolyásolja. A vas ugye a hemoglobin képzéshez nagyon fontos, ugye itt is ugye fáradékonyság, teljesítmény csökkenés tapasztalható azok részéről, akik vashiányos állapotban küzdenek. És hát ugye a különböző ásványi anyagoknak a felszívódását a vitaminok is segítik, és éppen azért nem könnyű ezeket megfelelő módon és összetételben pótolni a szervezet számára. Ráadásul van itt egy szép kis ábra, ami mutatja, hogy egyes ásványi anyagok egymásnak szinergistái, tehát hogy segítik egymásnak a felszívódását, míg másiknak antagonistái, tehát gátolják egymás felszívódását. Így ezért nagyon fontos az, hogy ezek magukban a természetben megtalálható egységében tudjuk őket bevinni, és ne pedig kiragadott ásványi anyagként vagy nyomelemként vigyük be a szervezetünk számára, mert töredéke fog csak hasznosulni. Dinya professzor szerint ezek a különböző monokészítmények csupán 25%-ban hasznosulnak, szemben ugye a táplálékkal bevitt vitamin és ásványanyag tartalommal, amik meg 100%-ban tudnak hasznosulni a szervezetben. Nem hiába kiáltják ki ugye a spirulinát szuperélelmiszerként, hiszen rengeteg sok bioaktív vegyületet tartalmaz, amik mind ezekhez a folyamatokhoz, amikről az imént is beszéltem, nélkülözhetetlenek. Vannak benne olyan összetevők, mint például ez a fikocianin, ami kifejezetten csak az algákra jellemző, ez egy antioxidáns, gyulladáscsökkentő hatású vegyület. Amiért nagyon szeretik még a sportolók, mert nagyon sok fehérjét tartalmaz, tehát éppen, hogyha valaki fogyni szeretne, vagy szálkásítani szeretne, akkor tudjuk a fehérje bevitelt ebben növelni, és ráadásul a vitaminok közül ott van a B6 vitamin is, ugye, ami ilyenkor különösen fontos, hogy azt bevigyük a szervezetbe. A poliszahari tartalma is jelentős a spirulinának, ennek ugye antibakteriális, antivirális hatása van, és ez nagyon jó hatással van ráadásul a bélflórára is, úgynevezett prebiotikumként működik. A 21. századnak gyakorlatilag a felfedezése a mikrobiom, hogy próbálják a tudósok egyre jobban megérteni azt, hogy mi zajlódik ugye a bélrendszerünkben. És ez komoly kihatással van az egész szervezetünknek az egészségére. Nem olyan régen voltam egy olyan orvosi konferencián, ahol egy idegsebész professzor, fejfájás specialista számolt be arról, hogy azoknál a betegeknél, akiknél különböző foodtesztek alapján belőtték, hogy a mikrobiomjuk milyen állapotban van, és mely baktériumoknak a számát kell szaporítani, illetve kizárták az ételallergéneket, milyen óriási drámai javulást értek el akár Alzheimer-kor, Parkinson-kor kezelésében, vagy depresszióban. Tehát, hogy nagyon komoly összefüggések vannak, és ezért nem mindegy, hogy a táplálékainkkal tápláljuk-e a mikrobiomot, vagy pedig lecsökkentjük annak a diverzitását, ami pedig különböző betegségekhez vezethet, mint például a nem alkoholos zsírmájnak a kialakulását. Ezen kívül, hát ugye itt látjátok, hogy nagyon sok vitamin és ásványanyag tartalom van benne, tehát nem kell nekünk azon gondolkodni, hogy mit milyen arányba viszünk be, igazándiból csak az élethelyzetünkből, illetve abból adódólag, hogy milyen sporttevékenységet végzünk, kell számunkra belőni azt a mennyiséget, amivel tudjuk táplálni a szervezetünket ahhoz, hogy az maximális szinten tudjon működni. És itt van nekünk egy másik fantasztikus termékünk, a gyógygomba. Én imádom a pecsétviasz gombát, számomra óriási hatással bírt, amikor Istvánéknál megkóstoltam a pecsétviasz gombás kávét. Nem csak hogy nem égett tőle a gyomrom, amit én nagyon kerestem egy kávéban, hanem utána valóban éreztem azokat a hatásokat, amit a tudomány is leír a pecsétviasz gombával kapcsolatosan. Stresszoldó hatást, immunerősítő hatást, amiket magamon éreztem én is. Nagyon sok, több mint 400 biológiailag aktív hatóanyagot tartalmaz, ezért nem véletlen, hogy folyamatosan a kutatásoknak a tükrében áll, és most is, amikor a felkészülés, tehát az előadásra való felkészülés alatt számtalanos publikáción így átfutottam, és azt prognosztizálják egyébként, ugye, hogy egyre nagyobb ugye az étrend kiegészítők iránt a tudományos érdeklődés, egyre több cég próbálja ugye meglovagolni a ganodermának és a spirulinának az egészségügyi hatásait, és egyre több funkcionális készítménybe, élelmiszerbe teszik bele, hogy meg fog ötszöröződni, tízszereződni a termelése a pecsétviaszgombának, meg a spirulinának is. Olyan brutális forgalmat képviselnek az étrend kiegészítőknek a piacán. Ugye a pecsétviaszgombának a hatóanyagainak köszönhetően antimikrobális hatása van, segíti a májnak a méregtelenítő munkáját, antidiabetikus hatása van, tehát cukorbetegség kezelésére és megelőzésére is tudjuk használni a ganoterápiában. Rák megelőzésben kulcsfontosságú, számtalan kísérlet bizonyítja be, hogy különböző rákfajtáknál mennyire előnyös a ganodermának a használata. A szív- és érrendszeri betegségek, amik a betegségek, illetve a halálokok 60%-áért felelősek, abban is nagyban segíti a ganodermának az aktív összetevői az egészséges életet. Aztán antioxidáns hatása van, gyulladáscsökkentő hatása van, és összességében véve amennyi ásványanyagot és vitamint tartalmaz, egy megfelelő minőségű táplálék is az emberi szervezet számára. nagyon sok vízben oldódó fehérjét tartalmaz, és az élelmi rost tartalma a termesztett ganodermának szignifikánsan több, mint ami a természetben található meg. Tehát ezért is előnyösebb, hát egyrészt most már ugye nem lenne egykora mennyiség a természetben, tehát ezeket a gyógygombákat most már nem ugye a természetből szedegetik össze, hiszen ugye mi 14 napos és 90 napos gyógygombát is megkülönböztetünk, ez nem volna lehetséges, hogyha ez a természetből lenne. Ezt megfelelő körülmények között termesztik, és nyilván a termesztők közegnek a minősége, a beltartalmi értékei nagyban befolyásolják a végterméknek, a gyógygombának a beltartalmi értékeit is. És ezért nagyon jó képes visszapótolni a vitaminokat. Múlt héten a kislányom szólt nekem, hogy anya, el tudsz velem jönni edzésre, a Vivi, a barátnője, az pont nem ért rá. Ez egy ilyen 70 perces aerobik edzés volt. Hát mondtam neki, persze, hát nehogy már én legyek a gátja a gyereknek annak, hogy ő rendszeresen sportoljon. Hát csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy reggel 10 kilométert futottam, 8 órát dolgoztam, és jó, oké, mondom, akkor menjünk. Tök vidámon végigedzettem, nem mondom, hogy nem szakadt rólam a víz, tetszett, minden pillanatát élveztem, gyerekkel együtt edzünk, és hazafele a kocsiba a lányom telefon tartott, anyám, most a Vivinek üzenek. Szóval milyen volt az edzés? Mondom, tök jó. Elfáradtál? Nem. Mondom, nem megyünk el futni, mert mondom, én most olyan tökre energikusnak érzem magam. Tehát, hogy ennyit számít az, hogyha valaki rendszeresen fogyasztja a ganodermát és a spirulinát, én rendszeresen fogyasztom, és egyébként a kordicepszet is, mert iszonyatosan leterhelt vagyok. Ez az idei év, ez nagyon, tehát ez mindenen túl megy tényleg, amit bevállaltam az idei évben, munkában, a DXN-nel való kapcsolatban, ganoterápiában, nagyon sok oktatás volt, és még nincs vége az évnek. Tehát, hogy számomra fontos az, hogy folyamatosan tetrekész legyek, ugye, amit ugye a sportolók elvárnak a dopingszertől, én azt a ganodermától és a spirulinától várom el. Én soha nem nyúlnék tiltott szerekhez, és ezenken kívül én nem is fogyasztok mást. Tehát, hogy így abszolút le tudom magamon mérni a hatásait, akkor is, hogyha kevesebbet veszek be, meg akkor is, hogyha többet veszek be belőle. És hát itt van a másik fantasztikus termék, ami kifejezetten javasolt a sportolóknak, az a Cordyceps sinensis, vagy kínai hernyógomba. Ezt rajtam kívül is természetesen nagyon sok sportoló fogyasztja. Az én tapasztalatom az volt vele, amikor legelőször elkezdtem fogyasztani, amikor a félmaratonra készültem. Én eddig hosszabb távokra még nem merészkedtem, hogy mikor elkezdtem fogyasztani, akkor én azt tapasztaltam, hogy én fáradtabb vagyok tőle. És ez a fáradtság, ez a magának a gombának a rettentő sok hatásának köszönhető, hogy amikor valamilyen rejtett gyulladás van a szervezetbe, azt megtalálja a gomba, és ott elkezd dolgozni. És akkor addig arra készteti a szervezetet, hogy nyugi, most egy kicsit pihenjél, most folytasd, most az energiák arra kellenek, hogy regenerálódni tudjál. És akkor annyi különbség történt, hogy nyilván nem hagytam abba a szedését, mert tudtam, hogy nekem erre szükségem van, hanem áttettem a délutáni órákra, amikor már nem kellett olyan aktívnak lennem, és amikor már azt tapasztaltam, hogy elkezd élénkíteni, akkor áttettem reggelre, illetve délre a szedését, és akkor tényleg olyan volt, mintha lett volna valami plusz energiaraktáram a futásnál, és ezáltal is nem kell megijedni attól, tehát, hogyha valakinek olyan visszajelzése van, hogyha elkezdik szedni a kordicepszet vagy a ganodermát, hogy fáradékonyabb lesz tőle, hiszen ott elkezdett valamin dolgozni a szervezeten belül, és ilyen lehet például az is, ahogyha valakinek nem diagnosztizálnak, de például érzékeny a gluténra vagy a laktózra. A szervezet számára az ételintoleranciák ugyanúgy stressz jelentenek, mint a pszichés stressz. De a környezetnek az extrém változásai, a túl hideg, a túl meleg, Aztán ugye az időzónák eltolódása, ez is mind stresszfaktor a szervezet számára, ezt ugyanúgy reagálja le. Tehát, hogy ezekkel azért jó tisztában lenni. Ami nagyon fontos, hogy a kordiceps például növeli a test toleranciáját a stressz ellen, aztán nagyon sok vitamint, ásványanyagot tartalmaz, gyakorlatilag a félperiódusos rendszer megtalálható benne, tehát valóban egy ideális táplálék azoknak a számára, akik nehéz fizikai munkát végeznek, vagy rendszeresen sportolnak, élsportolók, azoknak mind tökéletesen segíti visszajuttatni az izzadással elvesztett tápanyagokat és vitaminokat. És van itt nekünk, itt Magyarországon nem olyan rég egy fantasztikus új gyógynövényünk, ez a Hibiscus sabdariffa, ez a szudáni hibiszkusz. A hibiszkusznak több mint 300 fajtája létezik itt Magyarországon, és több dísznövény megtalálható belőlük, viszont ez a fajta hibiszkusz, ez a szudáni hibiszkusz, ez itt Magyarországon nem él meg, ez csak trópusi környezetben, és ennek is nagyon sok fajtája van, attól függően, hogy milyen színűek a csészelevelei, mert a csészelevelek, amiket lehet látni a képeken, a sziromhullás után, ez az, amik adják a gyógynövénynek az értékét, magának a gyógyhatást. Különböző szerves savak találhatók meg, ezt valaki, hogyha fogyasztja a tablettába és elkezdi szopogatni, már akkor is érezheti ezt a rendkívül savanyú ízt, ami a C-vitaminhoz hasonlatos. Megtalálható benne citromsav, almasav, borkősav, ez úgynevezett allohidroxi sav, ami a vesekövet is oldhatja egyes publikációk szerint. Nagyon sok vitamin van benne, ugye kiemelkedően magas a C-vitamin tartalma, ugye, ami szintén fontos a sportolóknak, ugye a vasfelszívódása véget, illetve az antioxidáns gyököknek a semlegesítésében. Amivel még támogatja a szervezetet és az immunrendszer természetesen, nem csak az antioxidáns képessége nyomán, hanem vérnyomás csökkentő, szabályozza a vércukorszintet, segít a súlycsökkentésben, iszonyatosan jó hatással van az anyagcserére. Aki elkezdte már fogyasztani, azt tapasztalhatta, hogy intenzívebb lesz az anyagcsere. Én imádom, és akinek eddig javasoltam, ők mind ugyanezt tapasztalták, hogy intenzívebb volt az anyagcseréjük, magyarán a székletürítésük. Tehát tényleg, tehát ezáltal is le lehet mérni a hatását, és én a futásban is észrevettem azt, hogy bár én nem futok olyan gyorsan, mint Roland, de hogy a saját magamhoz képest is javult a futási időm. És ez nekem azért fontos, mert mivel folyamatosan időszűkében vagyok, azért nekem sem mindegy. Májvédő hatás, ugye a zsírmájat már említettem a mai nap folyamán, ugye ez egyre gyakoribb egyébként a kezeletlen ételintoleranciák esetén, ez a nem alkoholos zsírmáj kialakulása, gyulladás csökkentő hatása van, és hát a vas felszívódását már említettem is. És a sportolók számára kifejezetten fontosak az enzimitalok. Ugye az enzim folyamatokhoz nagyon sok ásványanyag és vitamin szükséges, viszont vannak olyan enzimek, amiket ugye be tudunk vinni a szervezetünkbe, ezek az emésztő enzimek. Az egyik legjobb például a Cordyceps sinensis és a fermentált ananásznak a keveréke ebből a szempontból. És hát ugye a sportolóknak, mivel megnövekedett folyadék szükséglete van, így 2 az 1-ben, tehát 2 legyet ütünk 1 csapásra, hogyha enzimitalokkal visszük be ezeket, mert ráadásul 30 éves korunkban fele annyi emésztőrendszerünk van, vagy bocsánat, emésztőenzimünk van, mint születésünkkor, és minden évtizeddel folyamatosan csökken ezeknek az emésztőenzimeknek a száma. Dr. Edward Howell írta le, hogy enzimjeinkkel bűnösen nem törődünk, pedig ezek a legértékesebb javaink, és örülnünk kellene a külső enzimek segítségének. Ha csak átörökölt enzimjeinkre támaszkodunk, elfogynak, mind az örökölt pénz, ha nem keresünk hozzá magunk is. És ráadásul ezekkel az enzimitalokkal mind a fogyást is tudjuk támogatni a megfelelő mixek segítségével, illetve a sportolóknak a teljesítményét is tudjuk fokozni. És hát van nekünk itt egy másik fantasztikus szerünk, a kávé, ami, hogyha a kávéból kivonják a koffeint, az bizony már doppingszernek bizonyul, de hogyha kávéként fogyasztjuk el, akkor annak is van egy csomó egészségügyi hatása, ami jó hatással van a szervezetre. Hát itt az extrém az ilyen 30-40 kávécsésze fölötti az, ami már azt mondják, hogy egészségtelen a szervezet számára. Hát a koffein fokozza a szívműködést, az anyagcserét és a légzést, növeli a vérnyomást és a vérkeringésnek a sebességét, és beszűkíti az ereket, vizelethajtó tulajdonsága van. A sportolók előszeretettel szokták alkalmazni edzések előtt, mert megnöveli a teljesítményt, viszont utána vigyázni kell, mert rohamosabb teljesítmény csökkenésről számolnak be a publikációk. Ha túl sokat viszünk be belőle, akkor pedig kézremegést vált ki, szívtáji nyomást is tud okozni a túlzott koffeinbevitel. A teobromin és teofilin pedig vizelethajtó és értágító, valamint fokozza a szívizomzatnak a tevékenységét és a központi idegrendszerre is hat. Aztán a kávéban megtalálható még ez a paraxantin, ami növeli a vérplazmát, és ezért fokozódik a glükóznak a májból a sejtekbe való jutását, és nagyobb energiatermelést tesz ezáltal lehetővé a szervezetnek. Gyorsítja a légzést és emeli a vérnyomást. Aztán az enzim tevékenységekre is hat a kávé, elősegíti a kálium és a kálcium ionoknak az izomba való vándorlását is. A kávéban is megtalálhatóak különböző vitaminok, 41% kálium és 4% foszfor, valamint mangán is megtalálható benne. Nagyobb mennyiségben vitaminok közül pedig a nikotinsav van benne, de a B2, B5 és B6 vitaminok is megtalálhatóak benne, és hogyha a kávét ganodermával, kordicepsszel, makavitával vagy ginzengelőt főzzük, amik egyébként is adaptogén gyógynövények, ezáltal a kávénak is még jobb hatása van az egész szervezetre, és akár a sport teljesítményre is. Aha, és akkor az most kéne, hogy elinduljon. Ez a kis torna, ugye jól esett, mindenki frissebb, fiatalabb lett, mozgásra 5 perc, nem is nagy idő, és minden este ismételhető. Hát ez ma már nem 5 perc, hanem a WHO javaslatai szerint 150 perc hetente, azaz 20 perc naponta, ami a javasolt mozgás mindenkinek minden életkorban. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, és hát gondolnátok-e, hogy ez a csodálatos, szépséges, gyönyörű nő spártan sportoló, ami azt jelenti, hogy egy borzasztó extrém terhelés mellett akadályfut, sárban, vízben, ugrik, mászik, kúszik, fut, mindent csinál, mert hogy ez a kép, ami az előbb készült, vagy rajta volt talán, azt hittem, egy picit beszél erről, hogy azért ő így nagyon extrém nő. Tehát, hogy így áll előttetek, és így beszél ilyen cukkin, ilyen aranyosan, de egyébként meg túrja a sarat. Igen, és a fiával volt, ahol ezen a képen, vagy ezen a versenyen azon ő is részt vett. Na, szóval, hogy nem csak félmaratont fut, meg minden reggel fut, meg rengeteget dolgozik, és tesz értünk a DXN-nél, hanem egyébként egy ilyen nagyon extrém sportot is választott magának. És még Mariannhoz kapcsolódom, szeretném nektek mondani, hogy én is megemlítettem, és ő is beszélt róla, hogy a ganoterápiában nagyon sok mindent vállalt itt Magyarországon, de most már nem csak Magyarországon, előadást tartottál már külföldön is ebben a témában, de hogy oktatja a ganoterápiát. Ez egy többnapos esti elfoglaltság, online végzi a Mariann ezt a képzést, akit érdekel, de egy pillanatot tegyük már fel a kezünket. Ki az, aki volt Mariannál képzésen, és megtanulta, kitanulta a ganoterápiát? Szuper! elég sokan vagyunk, és akkor javaslom, hogy akik most ismerkednek ezzel a témával, keressék meg a felső vonalukon keresztül Mariant, és egy következő képzésre jelentkezzenek be, mert nagyon-nagyon megéri.